Korhadó deszkák és gerendák, életveszélyes a palicsi móló. Ezért fontos, hogy felújítsák. Jövőre napozhatunk rajta, de hogy mikor fürödhetünk a palicsitóban, azt senki sem tudja. A támogatási szerződést Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár és Modest Dulic Szabadka polgármestere látta el kézjegyével. Vidimo da će Palić nakon rekonstrukcije Muškog štranda dobiti zaista onaj izgled po kom je poznat decenijima. Sanirali smo veliku terasu, za dve nedelje otvaramo rekonstruisani ženski štrand, a ovom investicijom do kraja godine praktično završit ćemo i ovaj severni deo jezera Palić. A palicsi múló felújítása nem várhatott tovább, a kidolgozott projekt pedig meggyőzőnek bizonyult. Biće zamenjen i vraćen u prvobitno stanje. Za ovaj projekat imamo 5 miliona dinara koje su obezbeđeni iz autonomne pokrajine Vojvodine i projekat ćemo realizovati po okončanju postupka javne nabavke, nadamo se za nekih 45 dana i u toku ove godine će biti i rekonstruisan kompletno muški štand, odnosno molo na muškom štandu. A tartománytól kapott vissza nem térítendő támogatás csak a móló felújítására elég. Ezzel a 2420 négyzetméteres nagy strand 1000 négyzetméterét hozzák rendbe.